a háború 7 hónapja alatt 1000 milliárd hrivnya, azaz csak nem 36 milliárd euró kár keletkezett Ukrajna ökológiájában. A támadások következtében 2000 környezetkárosodási esetet dokumentáltak. Számolt be Ruszlán Sztrilec környezetvédelmi miniszter, az Európai Parlament környezetvédelmi, közegészségügyi és élelmiszerbiztonsági bizottsága meghallgatásán. Sztrilec hangsúlyozta, hogy Ukrajnában a kidolgozott speciális módszert annak köszönhetően siker kiszámítani a környezeti A miniszter elmondása szerint a 36 milliárd euróból 11,4 milliárd a talaj, 24,6 milliárd pedig a légszennyezés okozta károsodás. Ráadásul a háború 7 hónapja alatt az erdőtüzek, emellett az olajfinomítók és az ipari létesítmények bombázása következtében a légkörbe kibocsájtott széndiokszid mennyisége nem kevesebb, mint 31 millió tonna. Ugyanakkor Ukrajna a háború utáni újjáépítése során előreláthatólag 79 millió tonna üvegházhatású gáz keletkezik. A miniszter közölte, hogy az ukrajnai háború következtében az ország erdőültetvényeinek mintegy harmada megsemmisült vagy jelentős mértékben megrongálódott. Jelenleg 450 ezer hektár erdő van orosz megszállás alatt. 2,45 millió hektár erdőt már visszafoglaltak, de ezek kiégtek és árkokat ástak a területükön évtizedek. Kik tart majd a helyreállításuk, emelte ki Ruszlán Strilec. Hozzátette, Ukrajna természetvédelmi területeinek mintegy 20%-a került a harci övezetbe.